kezemben egy karamellás magyaros fehér csokoládé, a My Chucky gyönyörű üzletében vagyunk, ahol két generációval találkozunk, és meghallgatjuk, hogy mit gondol a csokoládé bombonokról és egyéb csokoládés termékekről apa és lánya. Most már 30 év eltelt, amióta én kitanultam a csokoládé készítést még egyetemista koromban Belgiumban, sokáig ez csak egy hobbi volt, és különösen 10-12 éve itt Magyarországon elindítottuk a vállalkozásunkat a barátnék konszolására, ami megtalálható nálunk, hogy elsősorban a töltött csokoládét, bombonok, trüffelek azok, amikkel foglalkozunk, ennek aztán a különböző formái, kivitelei, alakzatai. Magyarország legnagyobb kézműves bombon, saját készítésű kézműves bombon választék az, amivel rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ilyen 150-200 féle bombon az, ami az állandó szortimentünkön megtalálható, és emellett körülbelül ugyanennyi az, amit különböző partnereinknek, borászoknak, pálinka főzéseknek, sörfőzőknek készítünk. A középiskolás éveim alatt kezdtem el ismerkedni a csokoládéval, és ez egy nagyon-nagyon varázslatos szakma volt. A rendezvényekben segítettem be főként, és a középiskola után szinte nem is volt kérdés, azóta is itt vagyok. Ez egy kicsikét ilyen misztikus szakma a mai napig. De borzasztóan kreatív is, tehát ez a másik nagy előnye, és itt szabadon kísérletezhetünk, mivel mindenki alkotó szellemmel rendelkezik a családban, és szívesen kísérletezünk ízekkel, színekkel, formákkal. Előbb-utóbb nálunk minden a bombomba végzi, ezért van az, hogy mindig újabb és újabb ízekkel bővülünk, és nem feltétlenül ragaszkodunk a hagyományos sémákhoz. Nem akartuk azt, hogy legyen egy commerce éjcsokoládés málás, meg egy tejcsokoládés narancsos például, hanem lent mindenki a saját szájéze szerint tudja összevariálni. A forró csokoládék sem ott kezdődnek, hogy van fehér és barna csokoládé, van ilyen hely Budapesten, hanem étcsoki, tejcsoki, fehér csoki többféle variációban, termőhelyszelektált csokoládé, és az ízesítéseket, a fűszereket, a gyümölcsöket, a dekorációt, milyen tejszínhabot kérsz, mindent te tudsz összeválogatni, hogy a végén legyen egy teljesen egyedi forró csokoládét, és hogy ez maximálisan kielégítse a te igényeidet és a vágyaidat egy forró csokoládéval szemben, hogy itt se kelljen kompromisszumokat kötni, mert hát a vitrínből is mindenki úgy tudja összeválogatni saját magának is, illetve a szeretteinek, vagy akinek szeretné ajándékba adni, hogy ez leginkább passzoljon az adott ember személyiségéhez. Klasszikus belga kézműves hagyományok alapján készítjük mai napig a csokoládéinkat, tehát nálunk nincsenek temperálógépek, nincsenek automata, félautomata gépsorok. Márványlapok vannak, trokserek, tehát ezek a kaparó eszközök vannak, mi ezzel temperálunk, ezzel öntjük ki a formákat, tehát minden munkafolyamat 100%-osan kézzel történik. Amiket én tudnék kiemelni, cukormentes és vegán cukormentes, illetve laktózmentes termékekkel dolgozunk, és ezt a szortimentet fejlesztjük. Mindenképpen akarunk egy olyat csinálni, ami jó, ami finom, ami fogyasztható, ami nem kell, hogy kompromisszumokat kössön az ember, és élvezhető legyen, és tökéletesen beilleszthető az adott életmódba. Egyre több olyan cég volt és volt itt, akivel együtt tudunk dolgozni, de tényleg azt mondom, én egy jó kis utca, hatalmas potenciál az, ami rejlik benne. Olyan szinten lettünk ráadásfüggők, hogy én egy hónappal ezelőtt költöztem ide, 2 perc sétára. Innen, hogyha elsétálnék a Calvin térig, az nagyjából másfél óra, mert minden helyen van egy ismerős, mindenhol be lehet köszönni embereknek. Itt egy annyira összetartó társaság él, itt a vendéglátósok körében, tehát úgymond a szakmai oldalt nézve, hogy bárhova megyek, mindenhova vagy egy emlék, vagy egy ismerős arc köt.